Azért lettem ápolónő, mert sehol máshol nem tudtam elképzelni magam. Több munkahelyen, több szakmát is próbáltam, de sehol nem volt az igazi. Itt az idősek közt otthon érzem magam, szót értek velük, kedvesek, hálásak, és így én is ki tudom mutatni a tiszteletemet és a szeretetemet. A szakma azért szép, mert igazából ez nem is szakma, nem is munka, hanem egy hivatás. Szívvel, lélekkel kell hozzáállni, vannak nehéz napok, vannak könnyebbek, sose egyszerű, sose lesz könnyű, de szerethető. Nagyon szeretem az időseket, és itt tudok kiteljesülni igazán. Itt egy nagy családban tudok dolgozni. A szeretet a legfontosabb dolog a munkámban. Ezen kívül sokat mozoghatok is, és a munkám az több rétű. Tehát több feladatom van, és ennek nagyon örülök. Volt egy tegnapi esetem egy idős lakóval kapcsolatban, hogy meghallgattam. Én nem éreztem, hogy olyan nagy dolgot tettem vele szemben, és annyira hálás volt érte, hogy egyszerűen meglepődtem. Erre átöleltem, és a szemében megpillantottam egy könnycseppet. És akkor én nagyon boldog voltam. Nekem úgy érzem, hogy ez az életem, hogy adni tudok, és kapni is tudok vissza, és ez csodálatos dolog. És minden fiatalnak ajánlom, aki munkát szeretne vállalni, hogy próbálja megtalálni azt, ami a szívéhez a legközelebb áll, és ez a segítő szakma, ez egy csodálatos szakma. Itt ki tud bontakozni, itt tud adni szeretetet, tudja őket elfogadni, tehát ez úgy érzem röviden, hogy az életem célja, és megtaláltam. Azért választottam ezt a szakmát, mert szeretek emberekkel foglalkozni, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan terület, ahol elhivatott emberekre van szükség, és szeretném bátorítani a leendő kollégákat, kolléganőket, hogy akik még esetleg gondolkodnak ezen, hogy merjék ezt a szakmát választani, mert ez egy nagyon szép hivatás, és inkább hivatás, mint szakma. Tehát aki lelkesedést érez magában, ő mindenképpen próbálja ki, mert én úgy gondolom, hogy nem fog csalódni. És vannak az egészségügynek szép területei, és elég sokoldalú ez a hivatás, és mindenki megtalálhatja a számára kedvező területet, ahol úgy érzi, hogy kibontakozhat. Hivatástudatból lettem ápolónő. Vonzott az embereken a segíteni akarás, hogy a közelükben lehessek, és ezt a szakmát választottam. A mai napig szívvel, lélekkel csinálom. Szlogán, vagy ilyen, nem is tudom, minek nevezzem, a kiégés. Én 25 éve vagyok a szakmában, és a mai napig úgy jövök dolgozni, hogy lelkesedéssel, és tudom, hogy itt bent várnak, és szeretettel fogadnak az idősek, és nagyon tudok belőle táplálkozni, mert hogy akiket közelembe engedek magamhoz, napi szinten imádkoznak velem, értem, és átlendítenek a nehézségeken. Az emberekkel való bánásmód az nem egy egyszerű dolog, sokkal nehezebb emberekkel bánni, mint egy alkatrészen dolgozni, és ez az a dolog, amiben az embernek az Istennel való viszonya kifejeződésre tud jutni, ha megbántanak emberek, ha nekem van valamilyen problémám, akkor is ugyanaz bemutatni, és ugyanúgy megmaradni, a szeretetet adni az emberek felé, ez nem egy egyszerű dolog. Szerintem ez az a dolog, amit talán egy életen keresztül tanulni kell az embernek, hogy
hogy meg tudjon bennem maradni, meg lássák az emberek azt, hogy én nem a világhoz tartozom, hanem én Jézushoz tartozom. És ennek örülök, és ezért is szeretem ezt a szakmát, hogy kifejeződésre tud jutni az Istennel való kapcsolatom ebbe a szakmába, és megláthatják az emberek, hogy én más vagyok, mint a világhoz tartozó emberek. Az idősek hétköznapjai alapjában véve az állapotok miatt nagyon sivárak lehetnének. De számomra azért is fontos, hogy itt dolgozzam, mert a hétköznapokat nem csak ápolási szempontból, hanem lelki szempontból is úgy gondolom, hogy jó őket támogatni. Nem csak az ő napi ellátásokkal foglalkozunk, hanem próbáljuk, hogy a testi jólétük mellett a lelki jólétük is meglegyen. Számomra ez nagyon fontos. És szerintem egy nagyon szép és jó hivatás, jó közösségben kell, és nagyon sok élménnyel. Nekem lehetőségem adódott arra, de szerintem az itt lévő munkatársaknak is, hogy meghallgassuk az időseket. Több ezer év tapasztalatát hallgattam végig az elmúlt 20-23 évben, és hihetetlen sorsokat és csodálatos dolgokat élhettem meg velük, amiket ők a mesélés közben újraéltek. Szerintem, hogyha valaki ezt a szakmát választja, nem csak szakmaként, hanem hivatásként is, akkor úgy gondolom, hogy nagyon sokat tanulhatunk másoktól, nagyon sok élményben lehet részünk, és aki így figyel az itt lévő idősekre, betegekre, hogy meg akarja szerezni azt a tudást, amit ők meg tudtak, nem csak regényben akarja elolvasni az idők folyását, hanem tényleg ilyen hiteles élettörténet mesélőktől akarja meghallani, akkor szerintem adott esetben itt a helye az idősek ápolása gondozásában. Dietetikusnak készültem, több éven keresztül faltam a dietetikai szakkönyveket. Ennek ellenére, mivel ápolás és betegellátás alapszakra kellett jelentkeznem, még ha dietetikus szerettem volna lenni is, egy éven keresztül kicsit bepillanthattam az ápolás világába, ami teljes mértékben beszippantott, és már el is felejtettem, hogy miért is mentem tovább tanulni, köszönhetően az ott dolgozó oktatóknak, és a kórházakban pedig a sok-sok ápoló kollégának, akik segítettek azon, hogy elvégezhessem a tanulmányaimat. Gyakorlatilag az ápolás manapság már tudománnyá nőtte ki magát, és azon kívül, hogy tudomány lett, igazi művészet is, ugyanis az ismereteket megtanulva egy igazi művészet alkalmazni, individuálisan alkalmazni, tehát egyénre szabottan, megismerve a beteg ellátottnak a szükségleteit, és érezni azt, hogy mennyire igényli a segítséget, milyen mértékben járulhatunk az ő felépüléséhez, illetve a szenvedéseinek enyhítésére is. Sokan megijednek, mikor ide jönnek dolgozni, vagy bekerülnek akár egy kórházi gyakorlatra, hogy mennyi kint és szenvedést látnak egyszerre, és nagyon nehezen tudják ezt így lelkileg feldolgozni. De hogyha abból indulunk ki, hogy mindenki megijed, és akkor mi lesz azokkal az egyénekkel, akik szenvednek és fájdalommal élnek, tehát ki fogja enyhíteni a szenvedésüket. Tehát úgymond ez egy lelki vetületet, egy erőt ad, hogy nap mint nap a munkánk során, hogy segítsük embertársainkat, és egy-egy mosoly, egy-egy simogatás, egy-egy készszorításból is olyan visszajelzések érkezhetnek, hogy tiszteliba bőrös lesz az ember, és érzi azt, hogy ma is volt értelme fölkelni és tenni, cselekedni. Most karácsonykor
annyi történt, hogy beköszöntem egy szobába, hogy boldog karácsonyt és boldog új évet, mert jó pár hétig nem találkozunk, és olyan hálásak voltak, olyan csillogó szemmel mondták, hogy jaj, nővérke, úgy sajnálom, bárcsak jönne többször is. Azt a szeretetet, azt a hálát, boldogságot, hogy fölcsillan az ember szem, amikor fölismerik, hogy maga az, ön van itt újra, és azt a boldogságot, ez a legjobb. Nem a csokoládé, nem az ilyen-olyan hálálkodás, hanem amikor az ember szemén tükröződik, hogy örül, boldog és hálás. És csak az ember kedves és figyelmes. Nem kell megszakadni, nem kell lehozni a csillagokat. Csak figyelem kell, odaadás és szeretet. Tiszta szeretet.